Konokunok csapata Juhász János vezetésével ismét disznótorozáson vesz részt a lovagi udvarban. Egy rutinos csapatról van már szó, gondolom, hogy nem okozott ma sem gondot a disznónak a elkészítése. Így van, a mai nap felkérésre szívesen jött a csapat Szatmár Janihoz, és egy 140 kilós disznót került terítékre. Nekünk tulajdonképpen annyi volt a dolgunk, hogy levágjuk a disznót, szétszedjük, hurkakolbászt elkészítjük, illetve a többi ételt határon túli csapatok, akik jöttek, azok készítik el. Mutassuk be a csapatot, hiszen most ez egy fél csapat, nincs itt a teljes csapat. Nem, nincs itt a teljes csapat, tényleg is való. A lányok hárman jöttek, Plosz Csilla, Agócsné Jutka, illetve nejem Juhász neje Kála Anna Mária. Ők a Ferdinándot készítik el, szokás szerint. A fiúk, azok is az összeszokott csapat, Kacsándi Pisti, Nyester Feri, Újfalusi Feri és én vezetésemmel. Azért azt már tudjuk, hogy sok-sok versenyen is túl vannak már, de hogy állt ez a csapat? Tehát ez egy baráti társaságból indult, és úgy lett komoly főző csapat? Baráti társaság, általában egy munkahelyen dolgoztunk, vagy önkormányzati intézetből tevődik össze. Gyakorlatilag csak egy telefonhívás volt, és már jött mindenki. Egyébként mi a legnehezebb? Hát a legnehezebb? Hű, nem is tudom, talán összeegyeztetni azt, hogy mindenki azt csinálja, amit mondok, de félre a tréfával. Nem, nincs nehézség, mert megszokott a társaság, mindenki tudja, hogy mit kell csinálni. Tehát az egyik vág, a másik darabol, tölt, főz, abálót kever. Van, aki mondjuk pont nincs itt, Szabó Gyurika, azt szokta a háttérmunkát intézni, a lótifuti munkát. Nincs különösebben. És mit tudunk a csapatról elmondani idén? Tehát azért most még február eleje van, de tudjuk-e már, hogy hol fognak szerepelni, főzni? Hát így most különösebben elképzelés úgy nincs. Elképzelés van, mert Tiszafüredre a halasnapokra oda biztos, hogy elmegyünk. Azt mindig, ha hívnak, ha nem, akkor is ott a helyünk. Kunszent Miklósra szoktunk elmenni. Nyáron még Badacsonytőedemécre megyünk rendszeresen. Meg úgy, ami ilyen meghívások jönnek, általában a csapat elfogadja. És hát azért tudjuk a csapatról, hogy nem csak a sertés feldolgozásában és a birka főzésében jeleskednek, hanem azért mindig vannak különlegességek is. Vannak, mert ugye a halasnapokon halászlét kell főzni, vagy éppen valami olyan jellegűt, ilyen rácponty vagy tepsisétel készítünk el. Badacsonytőedemicen ugye ott a babgulyás, meg az óriás palacsinta. Ugye az óriás palacsintáról tudni kell, hogy ez egy ilyen 50 cm átmérőjű palacsinta, és hát abból szoktak a lányok kb. 200 darabot megsütni. Hát azt hiszem, hogy akkor lesz dolga a lányoknak is, és reméljük, hogy sok-sok versenyen képviselték azért városunkat, és díjakkal jönnek az a 2017-ben is. Így van, hát most nem is a díjakért megy az ember, hanem a részvétel, meg az, hogy mi is jól érezzük magunkat, együtt van a társaság, úgyhogy ennél jobb meg nem is kell. Így legyen, köszönjük szépen. Mi köszönjük szépen. Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a lovagudvarban, Szatmár Jánossal beszélgetünk. Mögöttünk a Konokunok csapata már javában a disznófeldolgozását végzi. Honnan jött 6 évvel ezelőtt ennek az ötlete? Hát először is az, hogy egy hagyomány. Azt kellene tovább vinnünk a fiataloknak, a gyerekeknek, a jövő nemzedéknek továbbadni. Mert hogy a boltba általában csak késztermékeket látnak a fiatalok, a gyerekik, a diákok, és arra gondoltam, hogy a hagyományt, hogy készülnek a készételek, mert egy kolbász is egy készétel megtöltve, megsütve, úgyhogy a diákok, vagy azok a gyerekik, akik, hogy mondjam, ezekben a nagy bevásárló központokban járnak, ott mindenütt csak kész ételeket kapnak. És ezt mindenféleképpen szeretnénk, hogy ez megmaradjon az utókornak, hogy tapasztalatuk legyen az, hogy készülnek ezek a frissen, a sertés felbontva, és késztermék készülve belőle, olyan értelemben, hogy aznap még egy ebéd is fog belőle készülni. Akkor innen jött az ötlet, de honnan jött az az ötlet, hogy nemzetközi legyen ez a disznótorozás, hiszen határon túlról már tavaly is hívott vendégeket. Igen, mert
mert ezek az ő hagyományaikat is szeretnénk bemutatni. Mert tavaly is bemutatták, milyen csodálatos, szép ételeket készítettek a sárosfaiak. Most is meghívtam őket, több országból hívtam őket, de hát mostan csak két országból tudtak jönni. Jöttek Bácskaszútfalváról, meg Sárosváról, és ők a saját hagyományaikat fogják bemutatni, és azt készítik el. Egyébként itt az előbb hallottuk, hogy megy a szakmázás is, tehát éppen a sárosfaiak beszélgették, hogy náluk hogyan termesztik a fokhagymát, mire vigyáznak, hogy lesz olyan, mit tesznek a kolbászba, mit nem tesznek. Tehát azt gondolom, hogy az egymás disznótoros ételek a készítésének a módját is itt most mindenki megtanulhatja. Igen, ez egy nagyon érdekes dolog. Sokat gondolkoztam már ezen, hogy először is, hogy szabad erről beszélni. Na most nem rossz indulatból, hanem mint egy elgondolkoztató, hogy ha az ember bemegy egy boltba, vesz egy szál kolbászt, vagy szalámit, vagy maradjunk ennél a hústerméknél, és akkor rá van írva, hogy mi van benne. Mit keres benne például a zsemlemorzsa? Miért kell benne annyi tartósítószer, meg állományjavító, meg egyéb dolog? Kell bele hús, só, fokhagyma, paprika, és készen van a kolbász. És itt van a hátam, meg az épület homlokzatára felakasztva ez a sok szép füstölt hús, feldolgozott húsok, és lényegében ezek sok-sok ideig elállnak. Azelőtt is elálltak őseink idejébe, és azok a tartósító dolgok, hogy miért kellene bele, azt nem tudom, de nem is az én dolgom, csak mint gondolatként, mikor végigolvas az ember egy ilyet, akkor gondolkozik el rajta. Hát reméljük azért, hogy sokan, még hiszen ez a disznótoros szezon még a február, még sokan fognak otthon is disznótorozni, és hát azt is reméljük, hogy lesz folytatás, és akkor jövőre 7. alkalommal is találkoznak majd a böllérek itt a Lovagi udvarban. Igen, igen. Hát lényegében mostan 4 csapat indult. Indultak a sárosfaiak és a bácskaszútfalvaiak, akkor a kunok csapata és a cukrászok, vagyis a kunok csapatának az egyik része, azok pedig desszerteket készítenek, vagyis a hagyományos kun süteményt, a Ferdinándot. Úgyhogy azok már benn vannak a kemencébe, azok sülnek, már készült róla a fénykép is, de egy óra múlva, mire kiszedjük, akkor pontosan le lehet fotózni, vagy megnézni, megkóstolni. Köszönjük szépen, és akkor folytassa ezt a hagyományápolást. Jó, köszönöm szépen. Még Tamás Séffel beszélgetünk arról, hogy ha zsűrizni kellene, hiszen azért több alkalommal megfordult már zsűritaként is Karcagon, hogyha zsűrizni kellene most a Konok-Kunok csapatának a munkáját, akkor mit nézne szakmai szemmel? Nagyon fontos, ugye sok esetben az összetétel természetesen, tehát az ízek az hogyan születnek meg. A húsoknál is ugye fontos, amikor a darálásra kerülnek a húsok, kolbásznál például, hogy a zsíros hús és a száraz hús arányát hogyan válogatják össze ugye a mesterek, ez egy nagyon fontos arány. A hízó feldolgozásánál természetesen ugye a bontás, hogy milyen körülmények közt, milyen formában, ugye, hogy orjára bontják, vagy külön szedik szét, ez is egy nagyon, nagyon szép, mennyire lett kivéreztetve, ugye fontos a hús színénél, hogy ez nagyon jól látszik, hogy ügyesen járt el a böllér, aki szúrta a malacot, tehát ez egy Ilyen szempontok, ezek nagyon fontosak, és most pedig, ami már zajlik, ugye természetesen az ízesítés, az abálás, milyen részeket tesznek bele nyersen, a vért hogyan kezelték, tehát ezek mind zsűrizési vagy hát értékelési szempontok természetesen, és hát a legfontosabb része az íz, ugye, amikor a végeredményt majd kóstoljuk az asztalon. Az még odébb lesz, és most nem is hallják a fiúk, hiszen nagyban dolgoznak, akkor szakmai szemmel most egytől ötig osztályozok őket, hogy mit kapnának az eddigi munkájuk alapján. Nagyon összeszokott csapat, tehát azt gondolom, hogy őket nyugodtan merném ötösre értékelni, anélkül, hogy nem kell, hogy hallják a dolgot. Tényleg nagyon szépen dolgoztak, tisztán, összeszokottan, tehát az látszik, hogy egy ügyes társaság, és az ízesítésnél is ugye azt láttam, hogy mérték szépen a húst, meg mérték hozzá a sót, 1,9 dekával, ugye ilyen 1,8 és 2,2 között szokták, milyen szám, milyennyire hosszúra tervezik. Itt most egy frissen elfogyasztásra kerülő kolbász töltődik, amit meg is fognak sütni, nem lesz füstölve.
tehát nem olyan intenzíven fűszereznek, úgyhogy nagyon-nagyon azt gondolom, hogy ügyesen szakemberként profin csinálják. Beszéljünk azért a lányok csapatáról is, hiszen a Ferdinánd is irodabent. Nem tudom, hogy Karcagon kívül azért kóstoltam el máshol Ferdinándot, hiszen ez egy karcagi jellegzetes sütemény. Kimondottan karcagi jellegzetes sütemény, sőt, nem is ismerik nagyon sok helyen. Tehát ha Ferdinándnak nevezzük, akkor tényleg szinte sehol. Dunaújváros környékén járva ott Putnoki tekercs néven ismerik, és valami hasonlóképpen készítik, de korán sem így. Ez az a végén az a kis csavar, hogy egy kis ilyen cukros tejszínnel felöntik, és úgy van még visszatéve sülni, és attól nagyon szaftos lesz a tészta. Ez teszi a Ferdinándot Ferdinándá, és ettől igazán különleges. Nem láttam még az ország más területén. Hát akkor reméljük, hogy az is jól fog sikerülni, és hát akkor itt az előbb, hogy beszéltünk, és beszélt az ízekről, hogy nyert egy nagyot, tehát gondolom, hogy ön is kíváncsi a végeredményre. Sőt, már várom, így van, és ilyenkor az embernek mindig egy ilyen pavlovi reflex ugye beindul. Természetesen, amikor végig gondolom, és már érzem az ízeket a számban, ugye egy jel, mint egy zeneszerző, ugye már a fűszereket így összerakja az ember, és közben nagyokat nyer, mert már érzi, már készülök rá, igen. Köszönjük szépen, és akkor már jó étvágyat a kóstoláshoz. Nagyon kedves, köszönjük szépen én is. Vég Tamás séf még csak várta a Ferdinándot, mi már azonban látjuk, hogy ki is ült. Agos Lászlónival beszélgetünk erről, hogy mi is a jó karcagi Ferdinándnak a titka, hiszen itt a vendégek közül sokan most látták még először, hogy hogyan is készül a Ferdinánd. Jó napot kívánok! A jó Ferdinándnak a titka szerintem a nagyon nagy türelemmel készített tészta. Nagyon jó alaposan ki kell dolgozni. Hagyni kell megkelni, és mindehhez nagyon-nagyon sok türelem és sok idő szükséges. Tehát akkor ki kell várni, amíg teljesen meg kell, nem szabad sietetni. Láttam, hogy arra is nagyon vigyáztak, hiszen azért a konyhába kibejárkáltak itt a mesterek, de arra is mindig vigyáztak, hogy nehogy megfázzon a tészta. Így van, erre nagyon odafigyeltünk, hogy egyenletes hőmérsékleten csináljuk, meg egyenletes hőmérsékleten kelljen. Ön kitől tanulta ennek a mesterségét, hiszen azért már ez mesterségnek nevezzük, hiszen anyáról a gyerek össze szokott ennek a tudományon szállni. Érdekes módon én ezt nem édesanyámtól tanultam, egy nagyon kedves kollégámtól van a recept, és ezt a receptet sütöm évek óta. Lévai Kálmán az előbb megkóstolt, és azt mondta, hogy ő a mazsolát nem szereti benne, de tudom, hogy készült igazi is, meg olyan is, akik kérték, hogy azért legyen mazsolás is. Így van, igen, ez pontosan ezért így, hogy van, aki mazsolával szereti, de igazából a karcagi Ferdinánd mazsola nélkül készül, és természetesen olyat is csináltunk. Hát én azt gondolom, hogy ahogy tavaly ma visszaemlékszem, pillanatok alatt elfogyott, ez is biztos így fog. Én azt kívánom, hogy még sokáig süssék a Ferdinándot, hiszen már a kis csapat jól összeszokott. Remélem, hogy így lesz, és nagyon szépen köszönöm. Dr. Fazekas Sándor főnős miniszter úrral beszélgetünk itt hurkatöltés után. Ez öntől nem idegen, hiszen tudjuk, hogy a családi disznótorokban is aktívan kiveszi a részét. Volt már tavaly évvégén egy családi disznótor, itt pedig most a lovagi udvarban Szatmári János kollégái és a konok-kunok dolgoznak, azért, hogy egy igazi hagyományos disznótoros élményben legyen részvevőknek, a vendégeknek. Éppen egy tüdős hurkát töltöttünk pár perccel ezelőtt. Itt az előbb már Szatmári úr mondta, hogy elképedve látta, hogy zsemle morzsától kezdve mindent tartalmaznak már bizonyos kolbásztöltelékek is. Azt gondolom, hogy ennél finomabbat, ami így készül, nem lehet találni. Vannak, akik variálnak, de szerintem ezek általában rövid életű kísérletek, mert megvan a hagyománya annak, hogy miképpen kell elkészíteni a jó disznótorost, és kell a reklám is, hiszen nem elég az, hogy csak a joghurtot reklámozzák meg a gyümölcsleveket, persze az biztos jó, de hát azért a disznótoros mégiscsak egy magyar életformának a részét képező alkalom, és a disznótoros ételek azok pedig szinte mindenki számára közkedveltek és elérhetőek. Minden tájegységnek megvannak persze a sajátosságai, úgyhogy én ilyen zsemlemorzsás kolbász még nem nagyon hallottam. Lehet, hogy kicsit laposabban is tanulmányozni kell, de megvan az, hogy mi minősül kolbásznak, mit lehet abba beletenni. Ezt a Magyar Élelmiszerkönyv is szabályozza, és egyébként hasonlóan szabályozza, mint hogy itt karcolnak szokások, amiket természetesen megtartunk. Ez most február első hétvégéje, tehát a megyében én azt hiszem, hogy itt Karcagon van most az első ilyen nagyobb disznótoros, utána indulnak a bőrérfesztiválok, Túrkeve és a többi településen, tehát egyre többen fognak kilátogatni ezekre a hagyományozó disznótorokra.
a Túrkevei Böllérnap az ország egyik legnagyobb rendezvénye, és bízom benne, hogy az időjárás is kegyes lesz hozzánk, ott 10 000-es tömeg gyűlik össze a programokra, és megkóstolják a finom kunsági ételeket, de az Abátszalóki Böllérnap is hasonló méretű, ami tulajdonképpen zárja a szezon február végén, március elején. Hát egyúttal a disznótoros szezon zárja, de a tavaszi turisztikai szezon pedig megnyitja. Ott szintén nagyon komoly érdeklődés van, de más településeken is vannak kisebb-nagyobb programok. Azt gondolom, hogy ennek a hagyománynak tovább kell mennie, és ezek a fesztiválok erre jó alkalmak. Hát azért hasznosak, mert akkor a újítások és a hagyomány egyszerre van jelen, és meg is lehet kóstolni. Kevesen gondolnák azt, hogy milyen hihetetlen érték egy ilyen gasztronómiai különlegesség, és azt, hogy ilyen sokan értenek hozzá, nem kell mesterszakácsokat keresni, vagy luxus ételmeket, hanem ez az életünknek a része. Ezért is fontos, hogy a programokon keresztül legyenek népszerűek, és minél többen sajátítsák azokat a fogásokat, amelyeknek eredményeként a finom ételek kerülnek az asztalra. Reméljük így lesz. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Zoltán Annával beszélgetünk itt egy picit, a töltés már javában zajlik mögöttünk. Mennyire tartja fontosnak az ilyen hagyományos disznótorokat? Nagyon fontosnak tartom, hiszen ez az étkezési kultúránk szerves része. Magyarországon tájegységenként más-más apró momentumokkal megtüzelve, de azért mindenképpen a magyar kultúrának ez része. Fontosnak tartom azért is, mert egymással itt az emberek kapcsolatot tudnak teremteni, illetve a rövid ellátási lánc kialakulásában ennek szerepe van. Igen, hiszen a névik azért sok mindent vizsgál. A gyermekétkeztetésről is beszélgettünk itt Szatmári Jánossal. Egy picit két mondat erejéig érintsük már, hogy a gyermekétkeztetésnél mennyire fontosak azok a hagyományos ízek. Fontosak, viszont azért azt tudni kell, hogy ma már a táplálkozási szokások átalakulóban vannak, ezért a tradicionális régi ízekhez, hagyományokhoz hozzányúlva, de azért újszerű eljárásokat és újszerű technológiákat kell kidolgozni. Ma már egy gyermek közétkezhető főzőkonyhán nagyon korszerű berendezések állnak rendelkezésre, ezért talán ezen a régi ízeken alapuló rendszerben, de új technológiákkal jó irányba lehet haladni. Azt gondolom, hogy erre azért Karcagon mi tudunk jó példát, ön pedig biztos az országban, de egy picit visszatérve a disznótorozásra, önök családjában ez mennyire hagyomány? Hát én Zalából származom, és ott rendszeresek voltak a kopogós téli hidegben. Én még emlékszem rá, amikor szalmával pörzsöltük a disznót vágáskor, és milyen nagyszerű volt a hidegben, a gyerekek körmére ráhúzták a sertéskörmöt. Na most már ilyen rendszerű disznótor már az én gyerekeim életében nem szerep, viszont mi is rendszeresen részt veszünk a baráti társaságban ilyenen, ami egyébként nagyon fontos, hogy a társaságot összetartja, a kapcsolatokat is segíti ápolni. Akkor egy picit beszéljünk a zalai ízekről. Mennyiben másabbak a karcagihoz képest? Hát én most még nem régen érkeztem, még nem igazán tudom összehasonlítani. Hát a hurka az hurka, van véres májas hurka, van rizssel készült, van zsemlével készült, ott is használnak bőséggel fokhagymát, borsot és majorannát, és ott például arrafelé, honnan én származom, nagyon fontos eledel a toros káposzta, amelyik a nap fénypontja, amikor a mindenféle apró húsokat, csontokat egy nagyon finom káposztás, paradicsomos ételbe belefőzik. Hú, itt számunkra már két új dolgot mondott, legalábbis számomra, egyrészt, hogy paradicsomos a toros káposzta, a másik meg zsemlével töltött hurka, jól értettem? Van olyan is, hogy zsemlével töltik, igen. Igen, áztatott zsemlével. Ez is újdonság, akkor azt gondolom. Fűszerezésben, mondjuk majoranna, ilyesmi? Hát a legfontosabb fűszerek a só, a piros paprika, a bors, a majoranna, fokhagyma, vöröshagyma, van olyan hurka, mert vöröshagymát is tesznek. Hát akkor azt gondolom, hogy legközelebb azért egy kis zalai ízeket is megkóstolunk már, hiszen szerintem sokak fölkapták a fejüket ezekre, amit ön mondott. Számunkra ismeretlenek az ízek. Mert most Vörösváról lakom, Pilisvörösvár pedig egy nagyon klasszikus sváb település, és ott meg nagyon finom a sváb hurka, meg a sváb kolbász. Tehát mindenütt más-más, ettől szép és ettől finom. Köszönjük szépen! Én is köszönöm! Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnökével beszélgetünk itt a sok hurka kolbász között. Gondolom, hogy az egy picit nosztalgiázott, öntől nem idegen ez a disznótorozás. Hát sajnos a családdal már régen nem vágtunk disznót, de baráti társasággal volt olyan szerencsém, hogy szerintem idén ez a harmadik, negyedik. És még lesz olyan szerencsém, hogy veszek részt disznótorba.
ez a télnek a része. Én emlékszem, amikor erdélyi barátaink megkérdezték, hogy nálunk itt az Alföldön milyen téli sport van. Hogy sízünk-e, vagy korcsolyázunk, és én azt mondtam neki, hogy nálunk a téli sport a disznótor. Ezen kívül igazából más nincs, és tényleg ez olyan, mint egy verseny, egy közösségi találkozó, és hát a vége a legjobb, amikor meg is lehet kóstolni azt, amit készítettünk. Én nagy barátja vagyok a disznótoros ételeknek, és hát sajnos ez már kezd látszani is rajtam. Hát azt gondolom, hogy az, hogy a gyerekeinek is átadja, az ilyen módon, ilyenkor elhozza őket, megnézik, és ők is rácsodálkoznak, ha bár nem csodálkoznak, hiszen sokszor látták már. Így van, szerencsére ők is ebben nőnek fel, és örülök neki, bár semmi bajom nincs a vegetáriánusokkal, de örülök, hogy a fiaim is eszik a disznótoros ételeket, jó étvágyjal, és részt is vesznek ebbe a munkába szívesen és örömmel, és ahogy lehet, én is bevonom őket. Van egyébként kedvence, mondjuk hurka, vagy melyik kolmász, tehát lehet ilyet, vagy minden? Hát az a helyzet, hogy én mindig úgy jártam a disznótorokba gyerekkoromtól kezdve, hogy én az orjalevest már nem nagyon tudtam megenni délben, mert kezdtük a vérrel, a hagymás vérrel, utána volt a hónajpecsenye, és én közben mindent a fülétől, a bőréig, a főtmáig, én mindent megettem. Én már igazából a végén nem tudtam jót vacsorázni, majd csak este. Talán a káposztás hús az ami nem volt olyan megterhelő disznótor, hogy én délután vagy este, amikor megfőtt a káposztás hús, ne tudtam volna belőle enni. Igazából szeretek mindent, de talán ez az igazi nagy kedvenc. Hát én azt kívánom, hogy sok-sok alkalmat, ugye még ezt a nagy kedvencet megkóstolni. Köszönöm, csak arra kell vigyázni, hogy ne látszom meg így külsőleg ez a sok-sok alkalom, mert nagy előnye van a disznótornak, de mozogni is kell sokat hozzá, mert jönnek a kilók. Hát ez már nem rajtunk múlik, ez már az ön döntése. Köszönjük szépen! Én is köszönöm a lehetőséget. Pataki Mihállyal beszélgettünk arról, hogy milyen is a hagyományos disznótorozás Szolnokon, hiszen most itt a karcagit látja, de önöknél mennyiben különbözik? Én azt gondolom, hogy talán azzal hagy kezdjem a mondani valómat, hogy nagyon nagyszerű kezdeményezés ez a disznóvágás, a disznótoros összejövetel, hiszen azokat a népi hagyományokat erősíti, amelyek hosszú ideje ismertek a magyar társadalomban. És hát nagyszerű dolog az, hogy fölvállalják itt Karcagon, jelesül itt a lovagi udvarban, ezt a szokást is tovább viszik, tovább adják a föltörekvő generációnak. Ami a szolnoki dolgokat illeti, köszönöm szépen ezt a kérdést. Valójában nem túlságosan sokban különbözik a disznóvágásnak a metódusa a karcagitól, hiszen az Alföldön vagyunk, Alföld közepén helyezkedik el mindkét földrajzi tájegység, így azt hiszem, hogy nagyon nagy különbségek nincsenek. A jó ízek, a finom készítmények, a hurka, kolbász, a sajt, a hagymás, hogy írtam, ezzel kellett volna kezdenem időrendi sorrendben, ezek mind vele járulja a disznótornak. És utána, talán bocsánat, még a töltött káposztát felejtettem ki, mindenképpen említésre méltó, jó hagyomány itt az Alföldön, és azt hiszem, hogy ápolandó, és mindenképpen segíteni kell, hogy ez megvalósuljon. Én mondjuk két dolgot szerettem volna megtudni, hogy májas pogácsát mondjuk csinálnak-e, és a hurka fűszerezésében van-e mondjuk majoranna, amit nincs, tehát ilyenekben van-e különbség? Igen, ezt a bizonyos, ahogy ön nevezte, májas hurkának, érdekes módon egy népi nevét is hallottam már, úgy nevezik, hogy pálanya. Ezt nem tudom, hogy persze pontosan honnan származik, de nagyon finomnak és ízletesnek tartom. Ami pedig a fűszerezést illeti, én azt hiszem, hogy ebben túlságosan nagy különbség nincs. Klasszikus módon a só, a paprika, és hát nyilván a majoranna is valóban a Szolnokon és Szolnok környékén szerepel a fűszereknek a palettáján. Talán még a bors, azt hiszem, a paprikának is tényleg többféle változata van. Talán ebben nem mennék annyira bele, mert nem vagyok a gasztronómiának a lovagja. De hát ott az erős paprika, a csípős paprika, a kevésbé erős paprika, és hát főleg talán egy jelzőt hagy, mondjuk a házi paprika kell, hogy uralkodjon, domináljon, mert azt tesz igazán finommá ezeket a készítményeket. Hát akkor én azt kívánom, hogy kóstolja meg a karcagi ízeket, és akkor találkozunk még több alkalommal.
idén, hiszen azért szoktunk főzőversenyeken, fesztiválokon találkozni önnel. Nagyon szépen köszönöm, és én is minden jót kívánok.